Az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket hoz. A középső azt mondta, hogy ő északnak megy, s onnan drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük is mind elfogyott, s kis híja, hogy éhen ne halljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállott a hajóból, ment, maga sem tudta, hogy merre, s addig ment mendegélt, míg a szörnyű éhségtől és fáradtságtól leruskadt a sziklára, s elaludott. Alszik a királyfi egy napot, kettőt, többet is, s egyszer csak érzi, hogy valaki szép gyöngéden simogatja az arcát. Felveti a szemét, s hát egy olyan szép tündérleány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdi a leány, hát te hogy kerültél ide? Elmondja a királyfi úgy, ahogy történt. Na, mondja a tündérleány, gyere az édesanyámhoz, az talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamennek, s a tündér királyné, mert az volt a leány anyja, kivesz a ládából egy rózsás keszkenőt, s azt mondja, tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeribe tele volt a kendő étellel, itallal, aztán adnak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hagy vigyen az embereinek is. Megköszöni szívesen a tündérkirálynő jóságát, elbúcsúzik tőlük, elkülönösen a leánytól, s mondja neki lelkes szóval, visszakerülök még én ide, tündérkirály kisasszony, s velem jössz te akkor. Gyere, gyere, mondotta a tündérkirály kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondja, tündérkendő parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozik, oda jön egy öreg asszony, s kéri könyörögve, hogy adjon neki egy falást. Azt mondja a királyfi, csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden. Leül az öreg asszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öreg asszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér. Azt mondja a királyfinak, köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tied. Nesze, hogy olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol egy zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahová egy kék darabja esik, ott egy nagy tó lesz. Ahová pedig a fehér darab esik, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg, a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszöni a királyfi a szép ajándékot, visszamegy a hajóra, s mennek tovább. Aztán érnek egy másik szigethez, arra is kimegy a királyfi, ott is leteríti a tündérkendőt, s elkezd falatozni. Amint falatoznék, oda jön egy öreg ember,
és kéri könyörögve, hogy adjon neki valamit az Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, vígan voltak. No te királyfi, mondotta az öreg ember, jó tétel helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüst gomb, ha azt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell nekik, hogy vissza! S szépen visszamasíroznak a pálcába. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé. Csak annál a szigetnél állott meg, ahol a tündérkirály kisasszony lakott. A tündérkirály kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza! Csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladott arra az öreg király, s oda kiáltotta messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza! Menjünk arra, amerre jöttél! Elvette az ellenség az országomat. Ó, de bizony én nem megyek vissza, mondotta a királyfi, s kiszaladott a hajóból a száraz földre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüst gombot, s hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget, annak a zöld darabjából egy gyönyörű, szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó, még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről a csodájára jártak. Hely, bezzeg, örült az öreg király, lám, lám, mondotta, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édesfiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, édes fiam, s lám, ezzel megmentetted az országomat. Hanem egy kicsit mégis meghökkent az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával? Miből tartják el? Mondta is a fiának. Hát az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, mondta a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S csak kiáltott a katonáknak, vissza! S nagy trombitas dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi búja baja. Mindjárt csaptak is nagy lakodalmat, összeadták a királyfit a tündérkirály kisasszonnyal. Húzták a cigányok, ahogy tudták. 7 nap és 7 éjjel állott a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Eddig tartott a mese. Szervusztok, gyerekek!